Az orosz csapatok fokozták a nyomást az ukrán védelmi állásokra a kelet-ukrajnában dúló heves harcok során, közölte a térség ukrán parancsnok a szombaton. A harcok a Bakhmuttól nyugatra fekvő területre összpontosultak, nyilatkozta Szerhi Szidorin az ukrán televízióban. Az ellenség erős veszteségeket szenved el, de állandóan újra tölti friss tartalékosokkal a sorait, mondta a parancsnok. Az orosz támadások célja, hogy előre nyomuljanak jár felé, Éjjel-nappal folynak a harcok, közölte Szidorin. Az ukrán hadsereg ellentámadásokkal próbálja megtörni az orosz offenzívát, de vissza kellett vonulnia Ivanyivszke falu mögé. Az ellenség jelenleg a várost próbálja megostromolni, frontálisan és az oldalakról, mondta Szidorin a helyzetről.